Géza bácsi, Alex fantasztikus eredményt ért el az ukrajnai junior Európa bajnokságon. Amikor megláttátok a sorsolást, akkor mire lehetett abból következtetni? Ugye, ha jól emlékszem, akkor német, skót ellenfele volt, igen, és végül egy grúz. Sorsolásban először semmire nem tudtunk következtetni, ugyanis nem ismertük az ellenfeleket. Tehát nem tudtunk felvérni az erőviszonyokat, hogy hol tart. Annyit tudtunk csak, hogy ezek tapasztaltabbak, több versenyen rendelkeznek, több nemzetközi tapasztalattal, tehát ameddig nem láttuk őket, addig nem tudtunk semmiféle erőfelméréseket. A gyerekbe bíztunk az elvégzett munkába. Mondhatom egy szóval az, hogy az elvégzett munkába és a hozzáállásába bíztunk csak, ahogy ezt meg fogja tudni oldani a dolgát. Eljött az elődöntő, ahol hát inkább egy kicsit ilyen cselgáncs mérkőzéshez hasonlított az a találkozó, hiszen többet voltak a földön meg a ringen kívül, mint azon belül. Mennyire volt egyértelmű, hogy ott pontozással nyert a grúz? Teljes mértékben egyértelmű volt, hogy az ellenfél nyert. Tehát az idegrendszere sokkal jobban tudta feldolgozni, mivel a tapasztalat mellette volt, és a kisrácot már elég nagy teher nyomta egyrészt a vállát, vagy nagyon akarás. Tehát a nagy akarásra a nyugvés lett a vége. Aztán a mérkőzés közben erre sajnos hozzátett a vezetőbíró, ami teljesen kizökkentette a gyereket a ritmusából, illetve teljesen elment a feje az idegrendszerre. Tehát állandóan őt bontotta, amikor az ellenfél szabálytalankodott, akkor is a magyar fiút, mármint az Alexot figyelmeztette. Minden egyes folyamatos támadása, amikor rátalált a ritmusra és az ütemre megtalálta az ütemét, folyamatosan bontotta. Tehát a gyerek szabályosan boxolt, az ellenfél szabálytalan, sőt mondhatom alattomosan. Ez nagyon visszaütött a srác, amit tapasztalata egyáltalán nem volt, tehát ezeket nem tudta kezelni, ezeket a külső behatásokat, és ebben teljesen szétesett a teljesítmény. Onnantól kezdve egyértelmű vált, hogy a gyerek összeszedettebben, jobban, pontosabban boxolt. Az boxolta, amikor ilyenkor kell. Tehát egy idegbeteg emberrel nagy nyugat, igat, fogadásokat és tempózásokat mutatott be, ami egyértelműtő tette, hogy megnyerte a mérkőzést. Tehát nem volt bennünk semmiféle tüske, hogy nem. Az ellenfél nyert, elment sajnos, de legközelebb majd mi jövünk.